kedves jelenlévők, tisztelt gyülekezet! Néhány hónappal ezelőtt, amikor itt voltam nálatok, egy végidő példázatot a Máté evangélium 24. fejezete után következő négy végidő példázatból egyet tekintettünk át. A mai alkalommal az akkor megkezdett gondolatot szeretném, ha folytatnánk, és most mind a négyet szeretném, hogyha egy lélegzetvételre, egy gondolatmenetre, bizonyos hangsúlyokat kiemelve és részletezve áttekinteni. Bevezetésképpen a kérdés jelentőségéről azt az egyszerű és természetes dolgot kell hangsúlyoznunk, hogy Jézus Krisztus nyilvános 3,5 éves szolgálata alatt egy vázlat profécia jellegű áttekintést, időbeli proféciát ad, amely a 10 vázlat proféciába szervesen illeszkedik, ez pedig ez a bizonyos itt a 24. fejezetben feljegyzett nevezetes apokaliptikus beszéd, amely a tanítványok kérdésére válaszképpen hangzik el. Azonban jól tudva azt, hogy akár a kortársak, akkor a tanítványok, akkor a zsidóság, akár később, a későbbi kereszténység ezt a kérdést hányszor és hányféleképpen fogja értelmezni, az elhangzott vázlatprofécia mellé micsoda jelenlegesen eljövetelednek és a világ végének, ugye ez volt a kérdés, és erre válaszképpen hangzik ez a beszéd, emellé négy példázatot is hangsúlyoz, négy példázatot is kifejt. Ez a négy példázat tartalmában, gondolataiban, mondani valójában szervesen kapcsolódik a témához, a végidő, Krisztus adventje, a világ vége kérdéséhez. A négy példázat egyrészt rögtön szövegszerűen következik a 24. fejezet után, más szempontból a 25. fejezet így kezdődik, hogy akkor hasonlatos lesz az Istennek országa. Ehhez. Vagyis a négy példázatnak az a különleges, az olvasó, vagyis a mi számunkra rendkívüli jelentősége, hogy értelmezni nem egyszerűen csak abban a szövegkörnyezetben kell, ahol ezt Jézus elmondja. Ez ugye minden példázatnak a törvényszerűsége, hogy egy adott beszédhelyzetben a beszélő, a tanító, az evangéliumokban Jézus, szükségesnek és fontosnak látja, hogy elmondjon valamit, és ezzel gondolkoztassa a hallgatókat, vagy az elmondott tanítást rögzítse, emlékeztető képekkel lássa el. Mi a jelentősége annak, hogy Jézus hangsúlyokkal a példabeszéd, a példázat, a képies elmondás eszközével kívánja bizonyos részleteit hangsúlyozni az apokaliptikus, a végidőről szóló tanításnak? Nyilván egyrészt a jelentősége, nyilván egyrészt az, hogy milyen sokféleképpen értelmezték akkor, és értelmezik azóta is. Más szempontból a legutolsó események kulcsfontosságúak, és Jézus erre készítette föl az ő népét, készíti fel az ő népét. Ennyi bevezetés után a 24. fejezet végén, a 45. verstől kezdődően találjuk az első példázatot, a hű és bölcs szolgáról, illetve a gonosz szolgáról. A 25. fejezetnek az elején a második példázatot találjuk, a 10 szűz példázatát, a 25. fejezet 14. verset, aki kezdetetek a Bibliátokban, jelöljétek is meg ezt a négy példázatot, én így csináltam az enyémben. A 14. verstől kezdődően a talentumok példázatát, és végül a 4. példázat a juhok és a kecskék szétválasztásának példázatát, ami a 31-es verstől kezdődik. Azzal a rendkívüli helyzettel van itt dolgunk tehát, hogy tudjuk, hogy a példázat nem általában egy beszédhelyzethez kötődik, hanem a négy példázat egy korszakra nézve mond el döntő jelentőségi útravalót, döntő hangsúlyokat emel ki. Nagyon fontos értelmezési szempont a példázatoknál, ezt mindig el szoktuk mondani, hogy egy példázatra sem lehet dogmatikai tanítást alapozni. Vagyis, hogy én vagyok az ajtó, az út, az igazság és az élet.
bizonyos szimbolikus kifejezések, példázatok, példabeszédek, képies kifejezések a szöveg összefüggésben pontosan értelmezhetők, de nem minden szavukban, nem minden egyes kifejezésben szó szerint értelmezhetők, mert akkor félrevisznek bennünket. Ugye én vagyok az iga ajtaja, helyén kell értelmeznünk ezt a szöveget. Nem is szeretnék itt az írásmagyarati jellemzőkre kitérni. Ez a négy példázat attól különbözik az összes többitől, hogy egy korszakra nézve kell megkeresnünk. Micsoda jelezhet a eljövetelednek és a világ végének, szól a tanítványok kérdése. Egy korszakra nézve kell megtalálnunk azokat a súlypontokat az elmondott beszédekben, amelyek valamilyen szempontból a vázlatproféciához, a 21. fejezetnek a vázlatproféciájához képest hangsúlyokra, de a hangsúlyaiban részletesen hívják fel a figyelmet. Ha ezek a hangsúlyok megvannak, akkor körülbelül olyan térképpel lesz dolgunk, amely a hosszú utazásnál pontosan megadja mondjuk az autópályát, de amikor beértek a városba, akkor utcát, utcasarkot és elágazást és minden pontosan részletesen jelöl, hogy bizonyos helyeken mire vigyázzunk, mit ne tévesszünk el. Az én célom ezzel a délelőtti alkalommal az, hogy egyrészt a magában lebegő, sokszor szétszórtan értelmezett négy végidő példázatot ebbe a szöveg összefüggésbe helyezzük, és utána titeket ennek az újraolvasására, ilyen szemmel, ilyen összefüggésben való újraolvasására késztesselek. Csak a tálemtumok példázatáról közel 40 oldal található ebben a könyvünkben, majd itt-ott utalni is fogok rá. Az első példázatunk tehát a 24. fejezet végén a hű és igaz, illetve a gonosz szolgáról szóló példázat. Én most nem szeretném az egész szöveget végigolvasni, szövegszerűen elemezni, mert mi az időnket akkor szétfeszítenénk. Kulcsszavakra, viszonyrendszerre, összefüggésre szeretném a figyelmeteket irányítani. A 45. vers így kezdődik az első példázatunkban, tehát kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tőn az ő háza népén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt. Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor hazajő, ilyen munkában talál. Ha bárki van közöttünk, aki az evangéliumokat nem olvasta, a 24. fejezet nevezetes vázlatproféciáját nem olvasta, szövegszerűen akkor is rögtön felveheti a fonalat, hiszen maga a példázat gondolata arról szól, hogy a szolgák majd az ő urukkal kapcsolatba kerülnek, mikor visszatér, mikor hazajő, és az a kérdés, hogy amikor megérkezik ez az úr, vajon az egyiket és a másikat milyen munkában találja. A kép teljesen egyszerű, a váratlanul hazaérkező úr, és vajon, hogy is mondja ezt a hétköznap, ugye, elment a macska cincognak az egerek, gyerekek, biztos halltatok már ezt a mondást, vajon amikor elment az úr otthonról, és nincs ott a gazdaságnak az ura, a tulajdonosa és a vezetője, akkor a sok szolga vajon milyen munkában fogja eltölteni az idejét. Ez egy egyszerű kép, az ókor hierarchikus viszonyaiban mindenki rögtön értette, miről van szó, és Jézus ezt a következő tartalommal tölti meg. Az egyik szolgacsoport tehát, és innentől fogva átváltok a Jézus korabeli helyzettől a végidőre, vagyis a mikorunkra, a Krisztus adventje előtti időszakra, azokra, akik tudják, hogy az uruk visszatér, ez tehát nem a világra vonatkozó kérdés, akik tudják, hogy az ő uruk valamilyen felelősséggel bízza meg őket, hiszen azt olvassuk, hogy gondviselővé teszi őket az ő háza népén. Vagyis, kedves gyülekezet, a pillanatkép, a részkérdés hangsúlya a nagy vázlatproféciában itt, hiszen abba kell beillesztenünk ezt a bizonyos első példázatunkat, nem kevesebb, mint hogy az Isten gondviselőket bízott meg mindenkor, és a végidőben is, akiket avval bíz meg, hogy a háza népükre gondoskodjanak. Ezt állapostan nagyon egyszerűen érthető, tehát nem szimbolikus szavakra váltva a következőképpen nevezi meg,
A tanítók szükség, hogy legyenek közöttünk, de az ő ítéletük más mértékű. Voltak és vannak tanítók, azonban az ő felelősségük nem más, mint hogy gondviselővé legyenek az ő házanépükön, és a maguk idejében adjanak eledelt. Kedves ellenérők, az idejében való tanítás jövendülése, megjövendülése teszi azonosíthatóvá, hogy ki lesz a végidőben az a tanító, aki a hű, és ezt a két szót figyeljük meg, aki a hű és bölcs szolga. A görög kifejezés azt jelenti, hogy eszes, okos, bocsánat, hogy azt jelenti, hogy hűséges és igaz, és a másik, a bölcs kifejezés pedig azt jelenti, hogy okos és értelmes. Nagyon érdekes, hogy nem csak a hűségét, az erkölcsi minőségét említi meg a példázatban Krisztus annak a szolgának, aki képes idejében adni a rájuk bízottaknak eledelt, hanem azt is megjegyzi, hogy bölcs is. Csak megjegyzem, aki egy kicsit a paraszti világban érdeklődik, akkor gyorsan az első igazi parasztembertől meg fogja tudni, hogy micsoda jelentősége van annak, ha nem idejében adnak egy állatnak eledelt. Kérdezzétek meg csak, hogyha van egy ló, van egy téli állattartási időszak, és úgy fogják abrakoltatni, és úgy fogják etetni azt az állatot, ahogy nyáron munkaszezonban, kérdezzétek meg csak, hogy mi fog történni ezzel az állattal. A nem idejében való eredelbe bele fog pusztulni. A kérdés a Jézus korabeli kétkezi világ, alapvetően Jézust tömegesen kétkezi emberek hallgatták. Pontosan értette mindenki a képet, mit jelent idejében megfelelő eledelt adni. Valamikor 20 évvel ezelőtt mondta egy kutyás barátom, hogy az állatainak a téli felkészítésekor egy bizonyos időszaktól kezdve meg kell emelni az adagját, és én csodálkoztam, lehet, hogy 30 éves volt, hogy hát mitől? Hát azt mondja, a téli szőrzet növesztése következik, zsírpárna felrakása következik, mert következik a tél. Kedves üleket, ezek evidens dolgok, az állatvilágban ezt mindenki tudja. Ezek szerint akkor létezik majd a végidőben olyan szolgai magatartás, amely tartalom nélkül nem idejében valókat sugároz le az ő rájuk bízottaknak? Ez a krisztusi profécia. Onnan kell és lehet nektek, akik nem tanítók vagytok, felismernetek kötelező módon bérelbeliként, hogy idejében való-e. Ezt a felelősséget ugyanis a Biblia nem csak a tanítókra hárítja, hogy csak ők a felelősek azért, hogy Isten népe merre megy, hanem a gyülekezetre is hárítja minden időben, hogy a bérelbeliek megvizsgálták azt, aki amit tanított, és ezt Pál nem hogy zokon vette volna, hanem megköszönte és biztatta. Ugyanis az evangéliumnak az a természete, hogy magáért jót áll. Nem csak azért igaz, mert valaki mondja, hanem önmagában is megáll. Sőt, az írás azt mondja, hogy az evangélium olyan csíraképes termék, hogy vessük még a víz tetejére is, és majd sok nap múlva megtaláljuk azt. Gyerekek, képzeljétek el, hogy amikor én kicsi voltam, akkor a szüleim a mi házunkat lebontották, ami egy nagyon-nagyon régi ház volt, aminek a fala földből készült, ezt úgy hívják, hogy tömés fal vagy vert fal. És az alföldi faluban kivitték a teherautók az utcára ezt a tömés falat, és a nagy gödrökbe beletöltötték. És a 8-10 évesen, 12 évesen később, amikor megjöttek az esők, azon csodálkoztam el, hogy a réges-rég letaposott úton, ott, ahol a nagy kátyú volt, ahol bevitték ezeket a tömés fal tömböket, mázsás darabokat, amelyek megáztak és szétfoltak, elkezdtek kihajtani magvak. És én közel mentem, és a rétegek között, amelyeket 100-120 évvel azelőtt bedöngöltek, képzeljétek el, a magok, amelyek 120 évig ott vártak a szárazságban, kihajtottak. Tudjátok, milyen az evangélium természete? Hogy sok száz év múlva egy emlék, az unoka emléke, a nagypapa emléke, egy könyv, egy levél, ha igaz, akkor is csíraképes lesz. Kedves gyülekezet, hisztek ti ebben? Hiszünk mi abban, hogy nem látható az eredménye annak, amit teszünk, de ha igaz, amit végzünk, akkor sok nap múlva meg fogjuk azt találni. Hisztek ti ebben? Vagy csak a láthatóban hisztek?
A Szentírás nem kevesebbről beszél, mint hogy lesznek hűséges és igaz szolgák, akik idejében adnak eledelt az ő népüknek, a rájuk bízottaknak. Majd Jézus a tőle szokott nagyszerű pedagógiai módszerével, a didaktika, a gondolkodtatás módszerével elmondja az ellenpéldát is, mert azt mondja, hogy sajnos nem csak igaz szolgák lesznek. Lesznek ugyanis gonosz szolgák is, a 48-as vers így szól, a gonosz szolga viszont így fog szólni a szívében, halogatja az én uram a hazajövetet. Vagyis a gonosz szolga nem a beszédéről, a verbalitásáról, a magatartásáról lesz felismerhető, az rejtett. A szív gondolkozását, kedves gyülekezet, óvakodjunk megítélni, szándék és indíték nem a miénk. Tisztelt gyülekezet, pártoskodni, indítékot ítélgatni tilos. Az ítélő kezében van, a szív titkai rejtve vannak. Azonban a példázat miért teszi erre a hangsúlyt? Miért figyelmezteti a végidő olvasóit Krisztus arra, hogy lesznek gonosz szolgák? Azért, mert sok dolog látszik jónak a mi szemeink előtt, csak a vége a halálnak útja. Ha a szívében szolga, ha a szívében gonosz a szolga, és előttünk ez rejtve van, amikor kiderül már késő. Jézus így folytatja ezt a gondolatsort. Miről felismerhet ez a magatartás? Csak a szívében mondja, hogy halogatja az én uram a hazajövetelt. Viszont a cselekedetei a következők. Szolgatásait verni kezdé, és a részegesekkel enni és inni kezd. Megmondom nektek őszintén, a négy végidő példázat irányába, a négy végidő példázat felé én emiatt, a Biblia vers miatt fordultam egy bizonyos idő óta. Ez egy néhány hónappal ezelőtt történt. Nem azért, mert más kollégák erről többször beszéltek, hanem ez a szakasz az, amely nekem a bibliai proféciák, a vázlat proféciákba illesztve egy teljesen friss értelmet nyert. A Biblia szerint a végidőben nem csak a begyógyuló sebbel büszkélkedő régi 1260 éves hatalom fog gyógyulni. Ez egy profécia. A végidő szerint nem csak helyreáll, gyógyuló jelleggel áll helyre az állam és egyház együttmunkálkodása, amelyről bibliai proféciák szólnak, külön profécia. Hanem a Biblia szerint miközben a nagy paráznával paráználkodnak egyre jobban a föld királyai, gyógyul ez a folyamat, aközben egy nagyon speciális kifejezés hangzik el. Isten népének munkatársai nem Babilonná válnak, nem része lesznek ennek a parázna szövetségnek, hanem együtt fognak enni és inni vele. Ha ez egy példázat lenne általában erre, dogmatikai tanítást alapítani tilos lenne. Mivel azonban végidő proféciáról van szó, és számos más profécia szól ugyanerről a kérdésről, ezeknek a fényében erre a szóra óriási súly fektetődik, óriási szempontra hívja fel a figyelmünket. Tudnélik, hogy a gonosz szolga onnan lesz felismerhető, mondja Jézus az első végidő példázatban, hogy a viszonya nem egészséges lesz ezzel a rendszerrel. Azzal a rendszerrel, ahol részegesek tálalják fel az ételt és az italt. A végidőben ez a kifejezés szakkifejezés. Részegességet Babilon bora állít elő, és Babilon szövetsége vallási politikai szövetség lesz a végidőben. Elképesztő a végidő példázatban az a kifejezés, hogy a velük való viszony az együtt evés és ivás, vagyis tulajdonképpen egyféle hát megélhetési viszony is. Ez egy figyelmeztető, tanító kifejezés. A következő szó egyszerű és könnyen érthető. Szolgatásait verni kezdé. Kedves gyülekezet, ne felejtsük el, a nevezetes jezsuita vezényszó volt az, hogy a cél szentesíti az eszközt. Az evangélium terjedése megszenteletlen emberi eszközökön, Péter kardjain és különböző egyházpolitikai mahinációkon keresztül sose nyilvánult, és sose nyilvánul meg. Ne segítsünk be az Isten tervének úgy, mint Ábrahám és Sára, hogy nem születik meg az ígér gyermek, és sorolhatjuk a hívő nép
logikus tévedéseit, emberi erőlködését. Ezek érthetők, de nem menthetők. Emberek így szoktuk, de az Isten nem így tervezi. Vizsgálja meg mindenki magát, hogy igaz szolga vagy nem. Szolgatásként milyen gyümölcsök vannak bennünk. A profécia szerint Isten népek között lesz gonosz szolga. Vigyázat, ne naivak és ne emberkövetők legyünk és legyetek, mert automatikusan botránkozni fogunk, ha egyszer csak ez beköszönt, és mi erre felkészületlenek vagyunk. Felírtam magamnak azt a kifejezést a 46-os versben, hogy boldog az a szolga, akit az ő úr, amikor hazajő, ilyen munkában talál. Kedves ülekezet, nem megdöbbenti ez a kifejezés, hogy a végidő gonosz szolgáktól nyúzott és vert szolgatásaira boldog mondás hangzik el? Én olyan sokszor látom azt, hogy a félelem magatartása, gondolata, érzése kiül az arcokra, sokan ezt verbalizálják is. Hisztek ti abban, hogy boldog lehet az igaz szolga? Hiszünk mi abban, hogy Krisztus azért imádkozik, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól? Vagyis, egészségesen valaki lehet szorongó és bizonytalan, és a Jézus fogalmazott fél lábbal és fél szemmel lehet valakinek békessége és biztonsága, és ahogy mondja az írás, legott elalszik. Hisztek ti ebben? Ne a külső körülmények megváltozásáért imádkozzatok. Egy önvizsgálati pont. Figyeljétek meg a szokásos imádságokat, a nyilvánosokat, meg a sajátotokat otthon. Miért imádkoztok? A körülmények megváltozásáért, vagy pedig azért, hogy belülről valósul meg valami bennünk. Az igaz szolgára, mondja az írás, akit idejében való munkában talál az ő ura, aki hűséges, aki igaz, okos és értelmes, végzi azt, amiben hisz, és ami rábízatott az ő atyától, hogy miközben ezt végzi, aközben boldog. Kedves ülekezet, egy mesterember mondta nekem, még Szekszárdon laktunk, lehet, hogy már mondtam nektek erről a helyről, amikor reggel 7:30-kor sietve el otthonról beköszöntem a gödörbe, ahol lent állt és szerelte a vezetéket, hogy jó munkát, jó reggelt, uraim, és fölnézett a gödörből, és erőteljes magyar fennhanggal és közérzéssel a következőt válaszolta: jó munkát, és szép öreg asszonyt. Tudtok ti örülni a munkának? Tudjuk azt, hogy az elvégzett munka az első fizetségünk, mielőtt azért javadalmat kaptunk volna? Komolyan vesszük azt, hogy nem csak a világ lesz beteg a profécia szerint, hanem a szolgák jelentős része nem lesz hűséges, nem lesz okos, nem lesz bölcs, hanem gonosz lesz. Erre a jelzőre, hogy gonosz, erre vissza fogunk térni. Ugyanis ezt nem nekünk kell kimondani, ezt a jelzőt majd az itt élő fogja kimondani. Nekünk a gyümölcsöket kell észrevenni, amelyek nem jó irányba mutatnak, és amelyek azt mutatják, hogy abból az eredelből tilos fogyasztani. A 49-es vers kifejezése, hogy a részegeskedőkkel együtt eszik és iszik, ez kifejezetten a bortól megrészegedett magatartást jelenti, és a gonosz szolga kapcsán azt jegyzi meg, hogy nem fogja őt zavarni, hogy a társasága ilyen, mert a bortól részegekkel eszik és iszik együtt. Komolyan veszük azt, hogy Isten népe, omega válsága többek között abból is fog állni, hogy a tanítók válságban lesznek, kedves ülekezet. Az ítélet képével fejeződik ez a példázat, megjön annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, nem gondolja, és számot vet vele. A kép tehát az evangélium képével zárul, nem kétségbejt, nem bizonytalanít, vagy nem félelmet kelt, hanem a hívő nép számára azt hangsúlyozza, hogy Isten számot fog vetni minden teremtményével, minden szolgájával, vagyis a szolgálat szempontjából megbízott tanítókkal. E
Ez azonban a nép számára nem felmentés, hanem figyelmeztetés, hogy előtte ők idejében vegyék észre azt, amiről Máté 24-ben Jézus így szól, hogy sok hamis Krisztus és sok hamis proféta fog szólni. Jézus nagyon gyorsan vált a következő példázatra. A 25. fejezet, hogy félreértés ne legyen. Hogy milyen korszakra vonatkoznak ezek a példázatok, megint csak így kezdődik, akkor hasonlatos lesz az Istennek országa. Vagyis tulajdonképpen a végidő különleges közegére vonatkozva hangsúlyozom, mondom el a következőket. Ezt Jézus megint ismétli. Az ismétlés elvével valamire megint felhívja a figyelmet. Mire? Második vers. Hogy lesz 5 lány, aki eszes, és 5 pedig, aki bolond. Ebben a szövegösszefüggésekben, az előbbi kifejezés kapcsán, amire különösen felfigyeltem, megint csak megnéztem a görög kifejezéseket, és megdöbbentem azon, hogy miért hangsúlyozza a végidő speciális példázatában az ismétlés elveként másodszor is, hogy az 5 okos lány eszes, értelmes, okos lesz. Mi az oka annak, hogy már másodszor teszi a kis részletben, a kinagyított, a nagyító alá tett gondolatokban, a példázatban Jézus az értelmi képességeket ilyen hangsúlyossá? Ugyanis az írásban mi azt olvastuk, kedves gyülekezet, ne felejtsük el Példabeszédek könyve 9. fejezetében, akik jegyzeteltek, mondanám a 10. versben, hogy az Isten bölcsé teszi az együgyűt. Hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, hogy a szentnek ismerete az eszesség. A Szentírás szerint a képességek nem problémák az Istennek. Azóta ezt már tudományosan is alá tudjuk támasztani, hogy minden ember az intelligencia kóciensének, képességének egy kicsi részét, néhány százalékot használ, a zsenik esetleg 8-9-et, a közemberek sokan csak 5-et vagy kevesebbet. Tehát a hardware rész, számítógépes nyelven szólva ott van, csak valami rejtélyes ok miatt nem használja sok ember. Hiszünk mi abban, hogy az Istennél nem a intelligenciai szempontok okozzák az akadályt? Mert hogyha az Isten rendező elvei kifésülik a mi kócos gondolatainkat, leveszik a fókuszált problémákra a tekintetünket, amelyekkel elfoglaljuk magunkat, amelyektől pánikosak, félelmes szívűek és sok-sok minden félék lehetünk. Ha igazi rendezőelveket kapunk az életünkhöz, akkor eközben még az értelmi képességünk is felszabadulnak a használatra? Az írás nem kevesebbet mond, mint ez a modern társadalom és lélektudomány, hogy igen, létezik olyan, hogy blokkolva valami értelmünk, és nem tudunk gondolkozni. Az írás azt mondja, hogy igen, bölcsé teszi Isten az együgyűt. Akkor hogy létezik az, hogy lesznek lányok, a 10 szűz, aki várja az ő urát, tudja, hogy az ura jön, tudja, hogy neki világítania kell, lámpása és olaja van, tanítása és ismerete van arról, hogy mit mond az Úr az ő visszajöveteléről, nyilvánvalóan az advent népről szóló proféciáról van szó. Miért hangsúlyozza a példázat, hogy 5 okos lesz és 5 bolond? Okos, értelmes, a bolond kifejezés pedig egy erkölcsi minősítés, nem egyszerűen beszámíthatatlan agyú, hanem ostoba. Ez a magyar kifejezés nagyon beszédes, kemény jelző, de nagyon beszédes. Tudhatná, de nem veszi eszébe. Nem veszi figyelembe azt, amelyből levonhatná a következtetést. Emlékezünk Jézus másik nevezetes kifejezésére? Balgatagok, tudtok ítélni abból, hogy veres az ég alja? Kinéztek este, hogy vaknap van? És abból azt mondtok, hogy holnap ilyen idő lesz? Hát az idők elejéből nem vonjátok le a következtetést? Arra a rejtélyes magatartásról ír itt Jézus, amely irracionális, amely lát jelenségeket, akár sápítozik is rajta, Éli mondta a fiának, hogy elnye, fiaim, nem így kéne ezeknek lenni, de abból következtetést mégse von le. Kedves gyülekezet, miért szól ez a példázat? Mire figyelmeztetés az a magatartás forma, hogy az advent váró lányok sokasága értelmileg fog leépülni, hogy balgatag lesz. Még egyszer bölcsalamot idézzük fel. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, a szentnek ismerete az eszesség.
Kedves gyülekezet, a mi balgatagságunk, vagy gondolkozása képtelenségünk, az többek között annak a gyümölcse, hogy az Isten félelem gyengül. Hogy a rendező elvek nem helyesek, és amikor az ember lefoglalja magát semmiségekkel, létfontosságú semmiségekkel, mondta egy jó írásmagyarázó, azok az ő fókuszát, az ő gondolkozásának a horizontját és a perspektíváját kitöltik. És miközben ezekkel lekötjük a gondolatainkat, rövid távú, lefutott gondolatok kintik a hosszú távúakat, és tulajdonképpen agyilag is leépülünk. Tudunk ennél döbbentesebb figyelmeztetést, ha most ezt a végidő példázatot és a Laudíci levet egymás mellé tesszük, hogy a végidő népe büszke arra, hogy sokat tud, tehát van lexikális ismerete, tanokat ismer Krisztusról, Adventről, az Úrról, a Szentéről és sok mindenről, tanokat, azonban a valóságban bolond. Nem okos és nem bölcs. Ezt a paradoxont hogy oldhatjuk fel? A 25. fejezet 8. verse így szól. A bolondok pedig mondának az eszeseknek, adjatok nékünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. A példatörténet, ugye ismert példázatról van szó, arról szól, hogy egy ponton késve a vőlegény, az egyik csoportnak már nem világít a lámpása, de ott van a lámpa, és az akkor ér valamit, ha van benne olaj, és így ég a kanóc, és akkor világosság van. A példázat egy nagyon különleges viszonyt jövendől meg. Én itt nem a megszokott a köreinkben, és erről a szószékről is sokszor elhangzott a Szentlélek és az olaj azonosítása. Nem erre tenném a hangsúlyt, hanem a másik mozzanatra. Kitől fognak ezek? Az értelmi képességükben is, vagyis a hitüket nem igazán élő, végidő, tudatában élők, kitől fognak itt kérni? Kedves gyülekezet, ez a jövendőlés azt mutatja meg, hogy tulajdonképpen egészségtelen lesz, gyermeteg lesz a végidő adventjéről tudó tömegeknek, egy részüknek egészségtelen lesz a hittestvéreikhez való viszonya. Komolyan veszük mi ezt a figyelmeztetést? Mire kell itt gondolnunk? A társfüggés az emberekhez való egészségtelen viszony mit jelent? Ez ma egy tudományág, amelyben bőven lehet művelődni. Amikor én téged követlek, azt is tőled várom, amit a valóságban nem tőled kéne kapnom. Előnőzzük ezt a merész állítást. Mit mond a gyülekezet gondozó levelében a korakeresztény közösség válságos korintusi gyülekezetének Pál apostol? Hogy ti gyermekek vagytok. Nincs valaki, aki igazságot tenne köztetek? Egy keresztény közösség mentálisan gyermekkorban élhet. És többek között ennek az egyik megnyilvánulása, hogy mi egymáshoz ragaszkodunk, vagy éppen egymásra haragszunk, zárójel bezárva, bármelyik óvodában ellenőrizhetitek a képletet. És azt is embertársaktól és szolgatársaktól szeretnénk kérni, amit a valóságban kitől kellene. Kedves gyülekezet, ez egy kulcs. A beteg keresztény közösség itt működik már most is, nem csak akkor, amikor hirtelen jön a vőlegény, hanem előtte is. Emberektől vettek valamit, amit gyorsan és hamar el fog fogyni. És amikor helyzet van, akkor megint embereket kell megkérdezni, hogy most mit kell csinálni. Én alternatív katonaként, egészségügyi szolgálatosként egy sebészet intenzíven töltöttem 2 évet. És ott volt egy főorvos, aki égre földre osztályvezető szeretett volna lenni. De nagyon. Sikerült neki. Amikor elment a professzor úr, akkor az lett. És amikor helyzet volt, és az ágyban kellett azonnal újraéleszteni, gégemetszést végezni, reanimálni, újraéleszteni, és minden embert csinálni, mit gondoltok, ez az ember, aki a státuszra hajtott, hogy állt szemben a feladattal? Lepánikolva, félve, most mit csináljunk, most megijed, halál sápat lett, kiverte a víz, és kérte a szakmájukban helyükön levő alorvosokat, hogy csináljanak valamit, de ott volt, mert ő a vezető, de blokkolva volt, mert a feladathoz nem tudott hozzászagolni.
kedves gyülekezet, ne mást ítéljünk meg, vizsgáljátok meg magatokat, embereket követtek, vagy embereket tagadtok, vagyis egy egészségtelen viszonyban vagyunk még emberekkel, vagy pedig, és itt a kulcs. Miről szól a híres jövendőlés, mire szeretné az Isten vezetni a végidőben az ő népét? Mi a felnőtt hívőség mértéke, amelyből egy újjászületett hívőnek az élete folyamán és különösen a végidő hívő élő nemzedékének el kell jutni? Ez megkerülhetetlen. Titeket nem fiaknak nem szolgáknak mondlak, hanem fiaknak. Én kívánlak titeket fiakként tanítani és vezetni. János 6-ot írtam fel ebből a kérdéssel kapcsolatban, János 6:45-öt, és rögtön olvassuk el. János evangélium a 6. fejezetének 45. verse így hangzik. Mert megvan írva a prófétáknál, mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Milyen időben fog ez különösen, teljes mértékben kibontakozni? Az urukat váró lányok életében, szüzek életében, akik várják az ő urukat, hogy visszatér. És a jövendőlés, hogy uruktól tanítottak lesznek, hogy lesznek, akik elkészülnek erre, hogy világítani fognak. A jövendőlés azt is tartalmazza, hogy a mentális kiskorúság állapotában fognak maradni tömegesen a Krisztus várók között, akik még mindig arra rendezkednek be, hogy gyors megkérdezünk valakit, hogy mit mond. Kedves gyülekezet, vizsgáljuk meg magunkat. Tekintsünk így a válságainkra, hogy bérelbeliek vagytok-e, tudtok-e különbséget tenni. Ez az egy felkészülési mód lehet arra, hogy legvégül ne balgatag, ne bolond szüzek legyünk, ahogy fogalmaz az írás. A 3. példázathoz lapozva, a tálentumokhoz, amelyről már szóltam itt, nagyon döbbenetes az a leírás, hogy amíg egyesek kihasználják a képességeiket, és dupla akkorára növekednek, és sokszorosára nőnek a képességek, jó és hű szolgák lesznek, addig lesznek olyanok, akik azt mondják az ő uruknak, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, és ott is aratsz, ahol nem vetettél, és ott is takarsz, ahol nem vetettél. Azért félvén elmentem, és elástam a te tálentumodat a földbe, és imé megvan, ami a tied. A 3. végidő példázat nem kevesebbet jövendől, mint sem egy olyan dacos lázadó, és komplexusos, kisebb rendűségi érzéses magatartást, amely a rábízott tálentumot semminek tartja. És azt mondja az ő urának, tulajdonképpen a teremtőjének, hogy te semmit sem adtál nekem, ez semmi, te kegyetlen ember vagy. Itt jegyzem meg mindig, amikor erről szólok, és döbbenetes a kép, hogy a korabeli hallgató pontosan tudta, hogyha egy szegény ország pénz- és mértékegység rendszerében gondolkodtak, akkor csak 20 kilónyi volt egy tálentum. Gazdag országok és városállamoknál előfordult 40-45 kilós tálentum is. A gazdagoknál ezt esetleg aranyban mérték, a szegényeknél meg más korszakban ezüstben. De ha vegyük a szegényt, ahol csak 20 kiló volt, és csak ezüstben a tálentum, micsoda alávaló, pici ajándék volt, amivel kamatozni kellett annak a szolgának, hogy csak 20 kilónyi ezüstöt kapott. A számítógép korában vagyunk, kedves jelenlévők, tudja valaki, hogy egy uncia ezüst ma hány forintba kerül a tőzsdén? Hogy egy gram mennyibe kerül? És ebből 20 kilót kell kamatoztatni, használni. Képzeljétek el, Jézus nagyszerű pedagógusként azt mondja, hogy van, aki azt mondja, hogy ez a hús semmi, mert a másiknak több van, és miközben ő ezen sértett, figyeljük, itt is az egészségtelen viszont, még mindig a második példázatunk hangsúlyánál vagyunk, hogy magát kikhez méri? Másokhoz, akiknek ez vagy az vagy amaz van, és nekem nincs annyi, és ettől sértés. Tulajdonképpen az Istent vádolja ezzel. És miközben vádolja az Istent, és ő megelégedetlen, aközben nem használja azt, amire van, elássa. És ez erre mondja a példázat, hogy ez az ember legvégül, amikor Isten majd számot vet vele,
nem csak azt az ítéletet kapja meg, hogy rest volt, hogy lusta volt. Ezt mi is így gondolnánk. Hogy hát ekkora lehetőséget nem ki, aztán ez lustaság. Hanem azt is mondja majd az ítélő, hogy gonosz szolga. Kedves ülekezet, komolyan vesszük azt, hogy az egészségtelen viszony, ami jövendőlés a végidő egy népének egy részére, embertársakhoz való nem érett, komplexusos, kisebb rendőrségi érzéses viszony nem csak restséget fog eredményezni, hanem gonoszszá is teszi legvégül az embert. Akkor megfordítjuk pozitívul a kérdést. Tudjuk-e mi, melyek a mi talentumaink? Felfedeztük-e őket? Hitbeli kötelességnek tartjátok-e, hogy amit kaptatok, azt használjátok, és az növekedjen? Emlékszünk a második példát kulcs kifejezésére? Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajön, ilyen munkában talál. A mai lélektan tanulmányai között azt olvasom, hogy egyre komolyabban tömegek foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy akik nem találták meg az ő képességeiket, nyugaton ez már egész komoly iskola, erre oktatási rendszer szerveződik, éltes emberek azért, akár egy ledolgozott szakma után, 40-50 év után, azért iratkoznak be iskolába, hogy amit sose a saját pénz, a saját egzisztencia és a kényszerpályáik miatt, ki tudja mi miatt, nem volt idejük kibontakozni. Azt feltárják, azt megismerik, mert valahol érzik, hogy sánta maradt az életük, ha sok mindenük lett is. Nekem is volt 60 éves osztálytársam az egyetemen, aki ezért kezdett el valamit, amivel ő sose foglalkozott, és még le volt passzolva, de fontosnak érezte nyugdíjasként tanulni. Ha ezt a világ a maga nevében már felismerte, nem kéne Isten népének elgondolkozni azon, hogy micsoda tragédia, ha sokszínű, sokrétű talentumainkat, mert minden ember más képességekkel bír, nem kezdi el kibontakoztatni? Kedves gyülekezet, vizsgáljátok meg, hogy a ti hitbeli közösségetek kibontakoztatja a személyiségeket, vagy fűnyőhevel lekaszálja mindet. Egyen embereket gyárt, parancsembereket, végrehajtó, paragrafus emberkéket gyárt. Alapelveket követtek, kedves gyülekezet, vagy szabályokat követünk. Tegyünk különbséget a kettő között. A talentumok példázata arról beszél, hogy Isten a sokrétű képességeit szeretné minden teremtménynek kibontakoztatni, Isten népe soraiban is. És olyan módon, ami a világban se látható. Ellen White a következőket írja erről a kérdésről a 249-es oldalon, Krisztus példatai című kötetből olvasom. Sokan úgy érzik, hogy haszontalanul élnek, mert nem tesznek semmit Isten országának építéséért, mert foglalkozásuk nem közvetlenül kapcsolódik vallásukhoz. A rajongó vallásos mozgalmak tagjai mindig ezt érzik. Ezért akarnak olyan sokan ma is tanítók lenni, mint az ókorban, vagy mondta Pál apostol, hogy vigyázzatok azonban, mert aki püspökséget kíván, jó dologot kíván, de valami veszély is, vagy felelősség is jár ezzel. Akkor is voltak erre áhítozók. Ellen White így folytatja, de nincs igazuk. Ha olyan munkát végeznek, amelyet valakinek meg kell csinálnia, ne vádolják magukat annak, hogy Isten nagycsaládjának haszna vehetetlen tagjai. Minden becsületes munka áldás, és ha lelkiismeretesen látjuk el, felkészít a nagybizatásokra. Testvérek, miért nem bíz az Isten sokakra még nagyobb megbizatást? Mert a piciben nem volt hű. A hűszolgánál azt olvassuk, hogy jó vagyon, jó és hűszolgának kevesen hű voltál, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Komolyan vesszük azt, hogy Isten népe azért nem áldathatik meg ma jobban, mert amit kapott, abban nem hűséges? Én meg vagyok rémülve attól, hogy mi nagyot akarunk, és sokszor a kevesen hűtlenek vagyunk. Ellen White később így folytatja a 250-es oldal. A megszentelődés Isten akaratának való tökéletes engedelmességében, a mindennapi kötelességek vidám teljesítésében áll. Én inkább azt az orosz népdalt látom köreinkben sokszor, hogy ej, uhnyem, bizonyosan ismerjétek az evezősöknek ugye a gondolata, meg a vontatóknak, a hajóvontatóknak a gondolata volt. Hogy muszájból, parancsból, nyögvenyelősen.
És így folytatja, sok keresztény azonban valami nagy feladatra vál, mivel nem kerülhetnek olyan pozícióba, amely kielégíthetné becsvágyukat, nem teljesítik lelkiismereten az élet hétköznapi kötelességeit sem. Ezek nem érdekesek nekik. Nap mint nap elszalasztják azokat az alkalmakat, amikor bizonságot tehetnének Isten iránti hűségükről. Kedves gyüleket, a megújulása Isten népének a hűséges és okos szolgává válása nem a gyülekezetben kezdődik valami nagy misszió feladattal. Én nagyon sokszor azért szomorkodom, amikor misszió buzdításokra valósulnak meg misszió alkalmaink. Fordítva kell ennek épülnie. A belülről építkező hűséges szolga megáldatik, az élete illatozni fog, és az vonzóvá teszi azt, amit hisz. Vigyázat, a harmadik példázat nem kevesebbet jövendől, mint hogy Isten népének tagjai, akiknek sok-sok talentumuk van. Részleteket Pál apostol kifejti a korintusi levélben, hogy nincs két egyforma. Mindegyiknek szüksége van egymásra. Kiegészítik egymást a talentumok. És a fej Krisztus. Ezeknek egy része nem akarja használni azt, amilyen van. Az Isten óvja meg bennünket ettől a jelenségtől, hogy mi automatikusan emberekre kapcsolódjunk, beteg függőségi rendszerekben legyünk, mert Korintushoz hasonlóan kiskorú gyülekezetek fogunk maradni. Ennek többek között az egyik jele volt a korintusi perpatvar, amely Páli, Apollós és Barnabásé volt, és amely nem bérelbeli volt. A harmadik példázat ezután miről beszélhet? Ha szólt arról, hogy gonosz lesz, hogy igaz lesz, hogy munkában lesz, hogy elássa a képességeit, vagy éppen kibontakozik. Mit lehet még ezek után hangsúlyozni? A negyedik példázatból, a jók és a kecskék szél szétválasztásából én egy dolgot szeretnék különösen hangsúlyozni. A kép nem kevesebbről szól, mint hogy legvégül emberek meglepődnek azon, hogy az Úr hogy ítél. Az elítéltek, a gonoszoknak nevezetteknek, a 44-es versben ezt olvassuk, ezt mondja az Isten, éheztem, nem adtatok, 42-től nem adtatok ennem, szomjúhoztam, nem adtatok innom, jövevény voltam, nem fogadtatok be, 44-es vers, ekkor ezek is felelnek néki, és mondják, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, szomjúhoztál, mezítelen lettél volna, stb., akkor felel majd nékik, 45-ös vers, bizony mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg egyel a legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg. Az utolsó példázat ismét az apró, a mindennapi dolgokra helyezi a hangsúlyt, amely mellett érzéketlenül mentek el emberek. Miközben a nagyra vártak, ez az előbb idézetünknek teljesen szinte a példája, vagy bemutató mozzanata, és úgy mentek el a helyzet mellett, hogyha Krisztus lett volna, megtették volna érte, de így a legkisebbek között fel sem fogták. Amikor ezt a szakaszt olvassuk, lapozzunk párhuzamosan Máté evangélium a 7. fejezetéhez, ahol nem végidő példázatról, de témájában ide kifutó tanításról van szó, és teljesen párhuzamos gondolat, ami a következőket hangsúlyozza. A 7. fejezet 21. versétől. Nem mindenki, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nékem amanapon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk ki, nem a te nevedben űztünk ki ördögöket, nem cselekedtünk ki sok hatalmas dolgot a te nevedben. És akkor vallást teszek majd nékik, sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem, ti gonosz tévők. A negyedik végidő példázatunk ezt a gondolatot példázza, írja le. Lehet úgy az Isten nyájában lenni, az előző példázat képével élve, lámpással a kézben, tudattal, hogy tér vissza az Úr hamarosan, szolgaként, hogy közben az ítéletkor az derül ki, hogy sohasem volt közöm hozzád. Ez a legmélyebb figyelmeztetés arra, hogy nincs ránk bízva, vagy kinek az indítékát másoknak megvizsgáljuk, hogy ő vajon kecske vagy jó, ő vajon van köze az Istenhez, vagy csak beszél róla. Ezt nem nekünk kell eldönteni. De mindenki magában megvizsgálhatja, hogy ő hogy gondolkozik,
Az előző három példa persze azt is megmutatta, hogy mi az a viszony, ami a gonosz, hogy az igaz szolgát jellemzi, a talentum kibontakozását vagy elásását jellemzi. Itt pedig ugye azt látjuk, hogy a legkisebbek esetében közöny és érdektelenség volt. Ővelük ezt nem tudták megtenni egyes emberek. Többek között a szociális érzékenységre gondolhatunk itt, vagy sok egyéb dologra. Mennyire másképpen kell gondolnunk tehát a végidő advent népének válságára? Én azt gondolom, hogy újra kell olvasnunk ezeket a sorokat, mert túl sok még a naivitás, túl sok a botránkozás a megkeseredés sorainkban. Én félelmet látok. Akkor nem megyek sehova. Hogy mások vitatkoznak, nem érdekel, nem is foglalkozom vele. Hárítást, ezt úgy hívja a szakma, én elrejtési mechanizmusok. Ezek mind azt mutatják, hogy a válságok úgy köszöntöttek be ránk, hogy felkészületlenül értek bennünket. Kedves gyülekezet, ne meneküljetek a problémák elől. Azt mondja az írás, semmit se félj azoktól, amiket szenvedned kell. Isten népén ezek nem véletlenül estek. Befejezésül, és egy kicsit aktuálisan is, a következő idézetet szeretném elolvasni. Az egyik szombatiskolában találhatjátok ezt a döbbenetes mondatot, amelyet a Miller mozgalom kapcsán ír Ellen White. Teljesen meg vagyunk győződve arról, hogy Isten az ő bölcsességében azt tervezte, hogy népe csalódáson essen át. Ennek az volt a célja, hogy leleplezze a szíveket, fejlessze azok jellemét, akik vallották, hogy várják és szeretik az Úr eljövetelét. Éppen erre a próbára volt szükség, hogy az őszinte hívőket fejlessze és megerősítse az igazságban. Én kívánom, hogy ez a hívó szó, hogy boldog az a szolga, akit az ő Úr, amikor hazajő, ilyen munkában talál, hogy a körülmények között és ellenére ti, mindannyian és én békességben és elrejtettségben élhetünk, ez valóság legyen. És ha azt láthatok a tükörben magatokon este, hogy a ráncok keresztbe és hosszába szántva nem békességet sugároznak, akkor ne a körülményeket okoljátok, hanem ezt a szemléletmódot keressük, keressétek mindannyian. Amen.